Adásunkban ezúttal Magyarország déli vidékén indítjuk kitekintésünket, méghozzá a Felső Bácska Homokhát Naturpark területén. Elsőként ismerkedjünk meg a helyszínnel. Bácsalmásnak mi a helye és szerepe a Felső Bácska Homokhát Naturparkban? Ahogy a Naturparkunk, Naturparki Egyesületünk neve is mutatja, Felső Bácska és Homokhát, ez területileg is két jól elhatárolható részre osztható. Van a homokháti rész, a Szabadka fölötti, kicsit gyengébb termő területtel, ott inkább az erdőség jellemző zöldség, gyümölcsös kertek. Szabadkának gyakorlatilag ez volt a zöldséges gyümölcsös kert, a szabadkaiak oda jártak ki szőlőt művelni. És akkor ettől a területtől, hogyha megindulunk nyugat felé, a Duna felé, azaz Bácsalmás felé, akkor megérkezünk a Felső Bácskába. Itt már nagyon jó minőségű löszös talaj fogad minket. Ugyanúgy egy síkvidék vagyunk, tehát itt gyakorlatilag a szomszéd településtől, hogyha egy kicsit hunyorgunk, jó időben a mecsek is látszódik. És ahogy említettem, mezőgazdasági terület vagyunk, kiváló adottságokkal. Ennek egyébként megvan az előnye és a hátránya is. Előnyét talán nem kell ecsetelnem, kiváló gazdasági tevékenység folytatható. A hátránya viszont az, hogy nagyon egysíkú lett ez miatt a táj és a terület, a szántóföldi intenzív mezőgazdálkodás folyik, tehát nálunk egy-egy tó vagy egy erdősáv, az gyakorlatilag már üde színfolt. Egy ilyen üde színfolt egyébként a mögöttünk lévő bácsalmási szikes tó is, egy csóstó, amiről a Nemzeti Parknak a kollégája fog szakmailag bővebben beszélni. Kirándulásunkat a térség legjobb állapotban fennmaradt Szikestavánál, a bácsalmási sóstónál folytatjuk, melynek jelentőségéről a szakembert kérdeztük. Mi teszi vonzóvá a sóstót és környékét? A bácsalmási sóstó a Naturpark egyik legkiemeltebb természeti értéke. Tulajdonképpen a Kiskunság déli részén, a Felső Bácskában az egyedüli olyan természetközeli állapotban megmaradt szikestó, ami mindenképpen ide vonzhatja a látogatókat. Az élővilága rendkívül gazdag, bár most ebben az aszályos időszakban nem sok természeti értéket hordoz magában, hiszen alig található benne víz. Nagyon sok földön fészkelő, fokozottan védett madárfaj kötődik az ilyen sekélyvizes élőhelyekhez. Hogy néhányat említsek, ilyen például a gulipán, a gólyatöcs, a kistille, a bíbic vagy a piroslábú cankó. Ezeknek térségi szinten egy meghatározó, jelentős állománya költ vizes években ezen a tavon. A bivajok, amik mögöttünk láthatóak, alapvetően vizes élőhely kezelési céllal kerültek ide, és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, valamint Bácsalmásváros önkormányzatának együttműködése eredményeképpen kezelik most már 5. éve ezt a területet. Korábbi állapotokat tekintve arról lehet beszámolni, hogy itt nagyon magas volt a nádas, illetve azok a tájidegen növények jellemezték a tószegét, amik nem kívánatosak egy védett területen. A bivajok ezt remekül kilegelik, átalakítják, tiprásukkal visszaszorítják a növényzetet, kedvező élőhelyet teremtve az itt fészkelő, fokozottan védett madárfajoknak. Hát valamikor az embereken is sokat segített ez a tó, amíg víz alatt volt. Így van, így van. A 20. század elején, közepén ez tulajdonképpen rekreációs célokat szolgált ez a tó. Ez volt a városnak a strandja, aztán a 80-as évek közepétől elkezdett kiszáradni, és hektikussá vált a vízellátása. Ugye egy szikestóba alapvetően két módon kerülhet víz, egyrészt csapadék formájában, másrészt pedig a talajvíz feláramlásnak köszönhetően. Itt sajnos ez mind a kettő alábbhagyott, és emiatt a turisztikai vonzereje is csökkent, és talán ezt hivatott picit megerősíteni, visszahozni ez az új tanösvény, ami itt kialakításra került. A bivajoknak ez a vízmennyiség, amit most látunk, kétséges, hogy elegendő lesz-e. Bízunk benne, hogy még érkezik csapadék az elkövetkezendő hetekben, egy-két hónapban. Egyelőre ivásra, dagonyázásra kiváló minőségű. Meglátjuk, hogy a mennyisége az kielégítő lesz a bivajok számára. És tényleg, amikor kerül bele víz, akkor tényleg sós lesz a víz? Igazából a kémhatása az lúgos, de valóban a szíksó, amit régen összesöpörtek a tómederből, az megtalálható benne, ez a nátriumkarbonát. Ezt az alsóbb talajrétegekből a feláramló talajvíz hozza fel a felszínre, és ettől picit ilyen nyálkás, csúszós lesz az állaga a víznek, hogyha megdörzsöljük az ujjunkkal.